Na jó estét kívánok, sziasztok! Erre se gondoltam volna egyébként, hogy van lehetőségem ezt a játékot is bemutatni nektek, bár nem egészen úgy, ahogy terveztem. Ha valaki esetleg emlékszik, akkor ez nagyot szólt egy olyan jó 8-10 évvel ezelőtt, nem tudom már pontosan, hogy mikor. Talán 8, ha jól emlékszem. És gyakorlatilag egy interaktív történetről van szó, aminek alapvetően úgy a legkényelmesebb irányítása, hogyha letöltétek az applikációt okostelefonra, és nagyon-nagyon intuitívan azon irányítjátok, gyakorlatilag mozgatni kell az ujjatokat rajta. Na most valamiért nekem az Istennek nem hajlandó csatlakozni, szóval marad a B opció, kérem szépen a kontroller. Jó, úgyhogy én azt fogom csinálni, hogy szépen itt elindítom. Nem tudom, hogy ki az, aki szereti az ilyen dolgokat, hogy ki az, aki tényleg az ilyenekben nagyon-nagyon szerelmes. Én például imádom az összes ilyen dolgot, tehát a Telltale-féle Walking Dead-et imádom, a Heavy Rain-t, abszolút jók az ilyen interaktív mozik, ez pedig tényleg mozi, mert élő szereplős, és tényleg, tehát igen, tényleg az okostelefonon lehet a lehető legjobban élvezni, de sajnálatos módon nincsen rá módom, úgyhogy folytatjuk, jó? Nézzük meg, hogy mit tud. Ez szerintem tetszeni fog mindenkinek. Amúgy gyorsan, nem tudom, az internet beállításaimban miért szórakozik, amikor tökéletesen jó. Beállításokat megnézem. Az a jó, hogy magyar egyébként. Feliratok ben vannak kapcsolva, igen, vezérlő, oké. Tökéletes igazából, szóval akkor itt vissza is lépünk. Tehát tényleg igazából most a tapipadon húzogatom ezt a kurzort, tehát ez most jelenleg annyira nem kényelmes, tehát hogyha nagyon pontosan kell csinálni, akkor annyira nem fasza, de ez van. Én azt mondom, hogy jó szórakozás, szerintem élvezni fogjátok egyébként, totálisan tök jó. Jó, szóval azt mondom, hogy akkor fussunk is neki, nézzük meg, hogy mi van. És igen, folytatás, köszönjük szépen. Na, tehát ezért mondom, hogy ennyire intuitív a dolog egyébként, hogy tényleg, tehát az sem mindegy egyébként, hogy merre mozdultok. Tehát mutatja a játék, hogy mit kell csinálni. Tehát jelenleg például nekem el kell mozdítanom jobbra itt az egészet. Szóval tapipadon csak így jobbra húzom. Jó, tehát egy idő után annyira nagyon egyébként rá lehet jönni magunktól is. Nem tudom, miért mutatja továbbra is egyébként internet kapcsolat nem megfelelő, pedig nagyon megfelelő, higgyétek el nekem, jó? Nem tüntetem el magam, csak kúsba leszek, hogyha valami olyan van, ugyanis. Ja, alapvetően történetorientált az egész, szóval annyira nem sok ilyen rész lesz. De rohadt jó. És tényleg egyébként, igen, húzzuk a felfedezéshez, és egyébként tényleg az a helyzet, hogy nem lehet elsőre megismerni mindent, jó? Tehát 10 órámban menne, mire megtudtam, hogy mi nincs oda. Jó, tök jó. Indítsuk el a lemezt, azaz. Ez olyan szempontból még tutoriál, hogy rá lehet jönni, egyébként tényleg annyira intuitív, egy idő után oda se kell nézni, és már tényleg magától az ember húzogatja a merekkel, tök jó egyébként, nagyon-nagyon adja magát. Erika. Shouldn't play with it. It's dangerous. Okay, are you ready? Mummy and I met many, many years ago in a place called Delphi House. She was a nurse. Okay, nézzük meg. I was a doctor. Kedvesnek tűnik egyébként. At night, we'd tell each other stories. She'd tell me about the future. Wonderful things. Things only she could see. Mm-hmm. Volt némi képessége neki. I tell her about the past. That great priestess, marked with a butterfly, who could stare into the fire and see the future. I used to tell her she was magic, just like the priestess. I think you're magic too.
Köszi. Köszi, apu. Oké. De válaszunk egy fényképet, nem emlékszem, mert igazából mind a három mást ad, szóval szerintem választjuk az asszonyságot, jó? Nézzük meg. És most? Oké. Okay. Mhm. Now, close your eyes. Ezt szerint jót választottam. Vagy nem. Focus your mind and conjure the power of the ancient priestess. Now find your will again. Jó, hogy ez a trükk benne, oké. You can guess where your favorite is. Tippeljünk igazából. Nem. Buktam. Oh, disaster. Don't worry. I still think you're magic. She'll always be with you. Remember that. Even though she isn't here, she's still a part of you. Aha, pillangó alakú. If you could stare into the fire and see the future, what do you think you'd see? Na vajon mit? Pontosan ezt. Nem emlékszem már a sztorira egyébként, csak ilyen nagyon-nagyon vonalakban. Ez kellemetlen lesz. Ez kellemetlen lesz. Ja. Igen, sejtetitek, hogy nem egy kedves gyerek történet lesz ebből, ugye? Ugye? Fókuszálunk. Mhm. Uh-huh. Lekvárt evett, mert a vér az nem ilyen sűrű. Oda fókusz. Ja. Együtt mozizunk igazából, jó? Tehát tényleg nem vicceltem, amikor azt mondtam, hogy ez interaktív film. Tehát a döntéseink változtatják a végkimenetelt, de attól még ez tényleg egy interaktív film. Ja, most le kell törölnöm majd a tükröt, mi? Ja. Tehát mondom, teljes mértékben intuitív a dolog egyébként, jó? Tehát mindenki rájön menet közben, hogy mi van. Erősítsd meg. Döntések, döntések, döntések. Csak pontosan oda irányítani nem annyira egyszerű. De ez, mit tudjunk felfedezni? Oké. Okay. Ti a szomszéd? Na? Oké. Kedves lánynak tűnik. Maradjunk annyiban. Nyissuk ki, jó? Beszéljünk vele egy picikét, mi van itt. Segítünk? Mondom, segítünk? Do you need any help? Van az a pont, van az a pont. De amikor szét vagy esve teljesen.
Ilyenkor szoktak teleportálni, hogy iszol még egy felest és otthon ébredsz. Ja. Tehát tényleg apróságok változnak egyébként minden egyes végigjátszás alatt. Én azt mondom, hogy ez egy olyan sztori, amit tényleg érdemes többször végigpörgetni, jó? Tehát beszéltem korábban azokról a játékokról, ahol menet közben eltűnik a varázs, amikor másodszor futtok neki. Ez nem olyan, itt tényleg többször végig kell menni rajta, jó? Rajzok. Fénykép, rajz egyéb. Szénrajznak néz ki egyébként, meg rendkívül parának. Ijesztőnek amúgy nem ijesztő, viszont egy nagyon jó thriller van benne, jó? Tehát érdemes vele foglalkozni. Közben én mozgatom itt egyébként a tapipadot. Az vagy egy kicsi a felülete neki, tehát az ilyen... az vagy egy kicsi a felülete, innentől kezdve ugye ez problémás, hogy az ilyen nagyobb mozdulatokat meg tudjam rajta csinálni, de hát ezért jó a telefon. Csak azzal ajánlom egyébként nektek, hogyha belefogtok. Közben iszok, meg ki vagyok száradva, mint a kúró, bocsánat. Továbbra is gyerekbarát csatorna vagyunk, jó? Tehát ez egy ilyen friss mangós nullás cucc, amit ajánlok mindenkinek ebben a rohadt melegben. Kösz! Cuki, mi? Miss Mason? I'm Sergeant Blake. The lead investigator on this case. Can I see that? I promise I'll give it back. Adjuk oda neki, jó? Adjuk oda neki. You draw this a lot. Mindig odaadtam egyébként, nem tudom, hogy mi a biopció. Mit csinál? It's Greek, isn't it? Működjünk együtt, jó? Same as with your father. Was on the medallion too. The hand belonged to a Cal Jahar. He worked at Delphi House. I believe you visited there with your father. Közd az ügyhöz, azt akarom, oké? Okay. This is about my father. Your father's case was never solved. I'm pretty sure there's a connection. Oké. Okay. Did you know he co-founded Delphi House with this man, Lucien Flowers? Nem, nem tudtuk. Most játszunk először, honnan tudnánk? Look, we're keeping watch over at Delphi House. Protection detail. I'll be leading the investigation from there. Right now, it's the safest place for you too. Lapozzunk, és ott a fekete ember. Nagyon jó munkát végeztek egyébként az egésszel, szerintem. Tényleg igényes, pedig az ilyen mozis játékok azok nagyon-nagyon mentek gajra, főleg a 90-es években, de ezzel tényleg nagyon-nagyon sokat dolgoztak, nagyon igényes lett az egész. Á, francba, csak ennyi szeretett. We're probably out for a smoke. Wait here, I'll go check.
akkor mi elkószálunk, jó? Természetesen. Na de merre? Nézzük csak. Mondjuk, hogy miért vitték a lányt, igazából egy nyomozás kellős közepébe azt a részét mondjuk nem értem, de hát ez van. Ezt kell szeretni. Fókuszáljunk. Oda. Azaz. Mondom, kicsit nehéz igazából megtalálni, hogy tényleg pontosak legyünk tapipaddal legalábbis telefonon, ez zseniálisan egyszerű. Oké, nézzük akkor mondjuk, nézzük apunak a képét, jó? Meg a nővér... Aha. Másik oldalt is. Jó, van itt jó sok. Még valamit vagy ez a vége neki? Ez. Nem ilyen budiban volt a szomszéd is? Nézzük meg szerintem, hogy mi van a folyosón, jó? Azaz. Telefont azt most ignoráljuk. Úgyse nekünk szól igazából, de tahóság volna fölvenni más helyet. Menjünk be az ajtón, jó? Ajtó, ajtó, ajtó. Ha már kutakodunk, legyen kövér. What are you doing? Á, francba. Nem tudom, hogy lehet-e nem lebukni egyébként itt. There's no note. No record of her anywhere. Valamiért rejtegeti. Basza. See, you found someone. I guess I should have just stayed put. Oké, álarcos lányok. Szeretem az ilyet, de... Na. I saw some girls. They were wearing masks. Yeah. I'll check it out. I think it's some kind of therapy. Who are you? I'm Sergeant Blake. I'm leading the investigation. I'm supposed to meet a Dr. Ballard. I can only apologize. We're all a bit nervous here. Sergeant Blake, I'm Rosa Ballard. I suppose you already know Chief Inspector? Sir, this is Erica Mason. I'm sorry we're meeting in such difficult circumstances. Is there anything we can do to make you feel at home? Gyerünk, okay. It's okay. I'm sorry too. Come on, I'll show you the way. Olyan kedvesnek tűnik mindenki. A tűnik az nem véletlenül volt a mondatban, jó? Tehát nem spoilerezek, de... Vannak itt cifra dolgoknak. I suppose you don't remember me. I worked with your father. I used to look after you when you were little. He knew my parents? Of course. Your dad taught me everything I know. And your mum... She was incredible. Brilliant nurse. So smart. It's funny. Anyway, this is you. You might recognize it. Biztos felismeri, igen, valószínű. Ki tudja mennyi év után, tehát most... Nem tudom ti, hogy vagytok vele, én 10 év után nehezen idézek föl dolgokat, ami nem annyira szignifikáns volt. Tehát nehéz ügy. Kinek mi? Tehát biztos vagyok benne, hogy van akinek tök jó a memóriája, én nem azok közé tartozom. Na nézzünk akkor körül. Azaz. Ez szerint apukával együtt laktak itt, ha jól értem. De tök jó fejek, hogy még a képeket is megtartották egyébként, nem? De nem tök kedves dolog. Nyissuk ki. Azaz. Nyissuk ki. Ezen egy idő után ösztönösen jön már egyébként, hogy látod, hogy mi az, és tudod, hogy merre fele kellene mozdítani.
Na, itt kezdődnek a bajok amúgy. Azaz. Mondom én, nagy mozdulatokat nehéz tenni rajta. Fókusz. Fókusz kell, aha, fókusz kell, oké. Annyira nehéz meg, oké, egyik. Annyira nehéz egyébként így eltalálni. Kettő. Tényleg telefonnal könnyebb, amikor egy darab hüvelykújjal kell az egészet csinálni. Úgyni, tökéletes. Nem érdekel, nem érdekel. Letoljom. Hagyjál békén. Mi az ott? Oké, valami Delphiért. Ária, valami szép ária. Nem ária, ária. Egészen más. Ez inkább ilyen 60-as éveknek hangzik, mint valami áriának. Na. Ott a nevünk. Ottan van a nevünk. Azaz. Aha. Jönnek azért az emlékek. Jönnek azért, jönnek azért. Look under the bed. Uncle Lucy's got you something. It should keep you out of trouble. Csomag, azaz, enyém. Az mi a rosszabb? Ja, bocsánat, így. Ez valami kis ház, vagy... Aha. Ugye ez valami doboz, vagy ilyen. Ja nem, baba. Tudjátok, hogy vagyok én ezekkel, ugye? Gondolom, igen. Ennél parább szart keveset tudok. Édesanyám, jó, oké. Aha, hogy neki is van ilyen. She's just like you. Újabb dolgok. Íj, banyag, belerúgtam, nem mindegy, belerúgtam az asztalba. Na. Ez szerint élt még, oké. Okay. Most megtud, és akkor nem minket lőttek le, hanem őt. És nem látni az arcát. Persze, hogy nem látni. Szépen lassan bontakozik ki, de... Ja. Az helyzetén azokat a történeteket szeretem egyébként, amire rászánják az időt. De tényleg. De tényleg, nézzük meg magunkat. Mennyi mindent vehettek föl egy ilyenhez egyébként? De amúgy is olyan egy-másfél óra körül van, ha jól emlékszem, egy kört végigjátszani, többet kell belőle, és nem is minden opciót látunk minden alkalommal, szóval, ja. Na, az mi a franc? Az mi a franc volt? Rendben, oké. Akkor arra megyünk, jó? Mondom, arra megyünk. Kirsty?
Kirsty, I said you can help, but I need to be with you, okay? We talked about this. De hogy ő is valami beteg? Értem. Nos, mi azért kerültünk ide, mert mi is betegek vagyunk, vagy azért kerültünk ide, mert valaminek a részei vagyunk. Vagy a nyomozás segíti, vagy az egész a képzeletünk. Vagy a Denveri Mustangok bajnok csapata tehet róla. Érjünk egyet, jó? Mi baj lehet? Barátkozunk. Can I have one? No. Hey, Deathwish. Over here. Don't mind her, she's got emotional problems. Hurry up and die, Hannah. I'm doing my best. Muzika. What are you playing? This. Aria for Delphi by, some guy. Mm-hmm. I don't know. As well as. I've never heard of him. Here. Take a seat, let me show you something. Do you see this bit? It's simple. Four notes. Bum bum. Bum bum. Okay. I'll do the rest. Jó. Úgysem fogom tudni ütemre, hogyha ezt szeretnék tőlem, szóval mindegy. Mondom én. Oké, így jobban hangzik, hogyha nem én csinálom. Hoppácska. Azaz. A sok kolumbiai liszt, mi? Ez nem az! Here we fucking go. No, 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 no cleaning! No cleaning without supervision! Kirsty! It's got nothing to do with it. Gyerünk. Fuck off. It's okay, they won't mind. No, 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 no. Don't, no, don't you, can't. You dare. It's not loud. Kirsty, no, no, Kirsty, no, no, no. Calm down! Help! Calm help! Down! Get off! Help! Get off! Get off! Gyerünk, 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 kapjuk el, kapjuk el, kapjuk el, hol van? Azaz. Mekkora faszok? Sergeant Blake's here. Needed in the main office. És akkor menjél egy pszichiátriára nyugodtan, mi? Persze. Just like your mother. Last time we met, you could barely see over the desk. Ez kicsit már nem az. I'm Lucy in flowers. I said this. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Gyermekkori. Please. Azaz? You gave me a doll when I was little. Mm-hmm. I hope it was the right one. Akkor emlékszik rá, ugye? Did you sleep okay? I know the old place can take a bit of getting used to. Rémálmok, 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 kérdezzük meg róla. I don't really get much sleep. I have nightmares. Oh, I'm sorry to hear that. Dr. Ballard heads up our neurology department. De hogy még olyan nyug is van. Oké. Okay. I hope you don't mind, but I brought you something. Ez most mi lesz? Medál, új perec, valami. Új perec, új perc. It was your father's. Nyissuk ki. Your mother gave it to him on their wedding day. Aha. Értem. Az intro. Azaz. I just kept hold of it. Hey. It's
Sorry about that. I was just getting an update from forensics. Erica, it's extremely likely whoever killed your father killed Mr. Johar. There may be some other victims as well that we don't know about. Okay. It's likely they'll aggódjunk. Legyen dráma, jó? Danger. All that's for sure is that whoever killed Johar has taken an interest in you. Honestly, we don't have much to go on. But Mr. Flowers has a suggestion. It might help you remember the face of your father's killer. Mm-hmm. Jó, hogy így kerülünk bele az események közepébe, oké. Reménytelen. Legyünk reménytelenek, jó? Legyen dráma, legyen izgalom. Just a little girl. Right. You're older now. Stronger. It's like therapy. It was developed by your father, and it might be able to help you with your nightmares. It's completely painless. Perfectly safe. Egyezzünk bele, mi baj lehet? Sok. Sok! Sok baj lehet! Sose hagyjátok, hogy kísérleti nyúlat legyetek, jó? Sose. The images you're going to see are designed to relax you and open up your mind. Your father designed regression therapy to help our patients face their trauma. The first one is just a test. When you see it, just say whatever comes into your head. Okay. Ég. Sky. Azaz. Okay. Nem túl kreatív, na mindig. If you remember anything important, just write it down. I know revisiting trauma can be difficult, but you're perfectly safe. Let's begin. Mondogass csak, na nézzük csak, mi ez itt. Oké. Annyira nehéz eltalálni tényleg, de mindegy, megoldjuk. Aztán... Gyerünk már, azaz. Bori. Tej. Hogy már nem is... Oké. Danger. Jó, nem is mondtam az előzőre semmit. Ez meg... Hogy már tovább is lépünk, oké. Az anyádat az. Hogy már nem is választok se ez meg, tök mindegy, hogy mit választok, ugye? Álljál már meg, nyugodjál már le már. Időm sem volt választani. Oké. Oké, most melyik az igaz, azt nem tudom, jó? Ez egyre bizarrabb. Akkor nekem bele kéne nézni? Ja. Oké, és ott az arc. Nem jött be. Mi volt ez? Mondjad már! What the hell did you do to me? It's okay. You were drawing. Egy rajzoltunk is, tök jó. You were drawing the whole time. Aha, oké. Okay. Csak hogy ez nem az a fénykép, ugye? Ja. Mondjuk a rajz az tök jó lett. Why did you draw her, Erica? Why did you draw your mother? Na, bonyolódni fog ez még tovább is, jó, de én azt mondom, hogy mindenki szerezze be magának, jó, tehát mindenképpen ajánlom, vagy pedig
szóljatok nekem, hogy toljon végig, jó? Tehát igazából egyáltalán nem hosszú, olyan szempontból viszont igen, hogy ugye többször kellene kifutni, hogy tényleg minden egyes történetszel kibontakozzon, de ha valaki szeret egy kicsit kikapcsolódni, egy nagyon egyszerűen irányítható, intuitív játékkal játszani, hogy közben egy tök jó történetet tapasztal meg, ami az első pár körben több kérdést vet fel, mint amennyit megválaszol, annak mindenképpen ajánlom, még nem is durva beszerzési ára egyébként ahhoz képest, ami volt az elején, szóval, ja. Én megköszönöm nektek, hogy itt voltatok, ismételtem velem, remélem, hogy élveztétek, dobjátok a kommentekbe a saját élményeiteket, hogyha volt, vagy akár a véleményt erről az egy videóról, bár sokat nem beszéltem, mert ugye filmeztünk egyet együtt, jó? Ilyet se csináltunk még, valamikor kéne. Szóval, ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, illetve mellette pedig, hogyha nem tettétek meg, akkor iratkozzatok föl, és ne felejtsétek el, a következő alkalom is gyertek ide, legyen szép estétek. Sziasztok!